A gyakorlat során vöröshagyma húsos alleveléből fogok preparátumot készíteni először, majd ezt a preparátumot megvizsgálom a mikroszkópban, és egy vázlatrajzot készítek a preparátumról. A szikével egy kis hasítást végzek a hagyma húsos a levelén, és egy pici bemetszést is használok, hogy le tudjak húzni egy hártya réteget innen, erről a húsos a levelről, majd erre a húsos allevélről készített nyúzatra vizet cseppentek, és fedőlemezzel lefedem. A fedőlemezt úgy helyezem a vízcsepphez, hogy előbb megvárom, hogy a vízcsepp végigfusson a fedőlemez szélén, és utána helyezem rá a preparátumra. Ügyelek arra, hogy ne tapintsam meg felülről a fedőlemezt, mert zsírréteg kerülhet a fedőlemezre, és ez befolyásolhatja a preparátum látványát. A preparátumot először kis nagyítással állítom be, 40-szeres nagyítással próbálom megkeresni. Itt most a képen a preparátum 40-szeres nagyítása látható. Megfigyelhetjük a szorosan záródó bőrszöveti sejteket, és szépen kirajzolódnak a sejtfalak, és alatta a sejthártyát is észrevehetjük. Hosszú, megnyúlt sejteket látunk a bőrszöveti preparátumon, és most erről próbálok készíteni egy vázlatrajzot. Természetesen csak egy részletet fogok kiemelni erről a preparátumról. Tehát hosszú, megnyúlt sejtek láthatóak. És a sejtfal alatt egy vékony sejthártya réteg helyezkedik el. És teljes mértékben kitölti a sejtplazma a sejteket. A következő preparátumon kezelt nyúzatokat fogok vizsgálni. Az egyik nyúzatomat kalcium klorid oldatban áztattam pár percig, és kíváncsi vagyok arra, hogy változott-e a nyúzat sejtjeinek plazma állománya. Újra előveszek egy tárlemezt. A tárlemezre helyezem a kezelt preparátumot. Egy picit sötétítek a mikroszkópon. Nagyon szépen látszik a plazmolízis hatása, mert a sejtplazmák kör alakban összecsugorodtak, és elváltak a
sejthártyával együtt a plazma a sejtfaltól. A kálium-klorid alkáli fém és a sejtplazmához képest egy hipertóniás oldat, és ez a hipertóniás oldat a sejtplazma víztartalmából vont el elég sokat, mint látjuk itt az ábrán, azért, hogy a két oldat közt koncentráció kiegyenlítődés történjen. Most megpróbálom ezt is ábrázolni a táblán, ugyancsak egy részletet fogok felrajzolni a preparátumból, és nagyon szépen látszik a zsugorodott sejtplazma, amely ilyen kör alakot mutat nekünk. A harmadik preparátum esetében a hagymanyúzatot kálciumklorid oldattal kezeltem. Szintén néhány percig kálciumklorid oldatban kezeltem a preparátumot, és szintén 40-szeres nagyításon próbálom megvizsgálni, hogy a kálciumklorid milyen hatást gyakorolt a hagymanyúzat sejtplazmájára. Most is sötétítenem kell egy picit a látóteret. Jól használható részt keresek a mikroszkópban. Itt ebben a nagyobb vízcseppben talán jobban látható, hogy igen, szépen látszik, hogy a sejtplazma nem legömbölyödött a sejtfaltól, hanem szakadozott képet mutat. Picit ilyen csipkés széle lesz a sejtplazma zsugorodásának. Akkor úgy szintén felrajzolom a preparátum egy részletét, és a plazmolízis egy másik képét láthatjuk ezen a preparátumon. A kálcium kloridban a kálcium alkáli földfém, és az alkáli földfémek hatására ilyen módon történik meg a plazmolízis.